bleeding, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green. Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Christ. Yeah, I'm up. Hi, Simon Jarrett? Yeah, that's me. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I got it somewhere. Okay, great. Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Egész eddig némítva volt a kibaszott fülesem már megint. Miért csinálok magammal ilyeneket? Mindjárt mozgok egy pillanat! Szóval, üdv mindenkinek, Galosz2.9-en vagyok. Nem mint hogyha eddig beszéltem volna, de most aztán igen. De legalább eszembe jutott, hogy... Igen, tudom, keresem már a kis agyadnak, ne hülye vagy. De hála Istennek, én tudom, hogy hol van, csak lámpa. Jézus! Szóval, itt vagyunk a Soma nevű játékban, itt egy könyvecske. A tudatok leképezése Albert Isaacson. Mi? Nem véletlenül lövezi széleskörű elismertség ezt a kötetet, hiszen a témában ez a legátfogóbbnak tartott írás, amely mégis közérthető nyelvezettel tárja az olvasó elé a jelenlegi tudásunkat az emberi agy anatómiájáról és működéséről, ismertetve a tudattal kapcsolatos elképzeléseinket. Fedezze fel, hogy milyen módon függ az agyunk a testünktől, hogy az agy egyszerűen miért nem tekinthető számítógépnek, és olvasson további érdekességekről, amelyektől csak kapkodja majd a fejét. A legújabb kiadás két új fejezettel bővült, amelyek bemutatják az agy fejlődését, és azt, hogy ez a fejlődés milyen hatása van az egyes életszakaszainkban tapasztalható viselkedésünkre. Kérem szépen! Nem, már olvastam az előbb, viszont hallásra. Ezekkel lesz tele a játék gyakorlatilag, tehát... Radioaktív kontrakt. Jó, oké, szóval ezekkel lesz tele a játék, olvasgatni fogunk, mint a szar. Ó, de aranyos. Ket írtam én ide föl, a franc tudja. Jobbulást kívánok, szeretettel, anyu. A napocska mindenképpen van egy nap. Imádni való, lámpát is kérek, van itt egy laptop. Tudom, hogy a tracer fluidot kéne keresnem, de... Mi? Neurográfiai vizsgálat. Szeretném ismét megköszönni a részvételt a kutatásunkban, a pásztázást a torontói Pace laboratóriumban fogjuk elvégezni, de mivel csak vendégkutatóként vagyunk ott, ezért az időbeosztásunk elég változékony. Megpróbálok egy szombati időpontot foglalni a pásztázásra. Még jelentkezni fogok, amint biztos lett az időpont. Üdvözlettel, David Munchie. Igen. És ez a lényeg. Illetve még itt van egy piszkozat. Szia Jesse, mivel biztosan kiment a fejedről... Szóval, mivel biztosan kiment a fejedből ezúton, szeretnélek emlékeztetni, hogy orvosi vizsgálatom lesz holnap, ezért nem tudok bemenni dolgozni. Tehát most különösen ügyelned kell arra, hogy ne késsél, és időben kinyisd a boltot. És kérlek, csomagold ki a pult mögötti dobozokat, mert szinte már baleset veszélyessé vált a munkahelyünk. Meg aztán eladd is egyszerűbb a könyveket, ha ki vannak pakolva a polcokra, ahol látják is őket az emberek. Sok szerencsét, tudom, hogy szükséged lesz rá, Simon. Elküldöm azért neki, persze. Köszönöm szépen. Hogy lépek ki? Van valami Photoshop kopim, de nem igazán. Viszlát. Oh! Jó napot! Szóval keressük azt a kontrasztanyagot, amit ugye keresünk. Meg emlékszem, hogy ebben a konyhában nagy a kupi. És annyira nem találtam a tracer fluidot, hogy nekiálltam rendet rakni. Így körülbelül ennyire, hogy mégse legyen gyökér a házam. És vala... Oh! Levél. Jó napot! Címzett, igen. Oké. Viszont hallásra. Valahol itt van a tracer fluid, azt hiszem, hogy pont ebben a szekrényben. Nem. Nem. Szóval éppen most egy ilyen fos folyadékot keresünk, ilyen folyékony fos. És nem tudom, hogy hova raktam. De valahol meg kellett... Lol, van üzenetem. Hey Simon, it's Jesse. Are you working this weekend or what? I knew there was something you were doing. Was it
you, just shoot me a mail or something. Love you, miss you, mean it. End of messages. I swear, that guy has the memory of a goldfish. Well, I got the email off. He must have caught up by now. Lefordítottak mindent, még ezt is. Malmö, Amsterdam, Berlin, Sevilla, meg Párizs. Ez is le van fordítva. Most a magyarosítók talán jobb munkát végeztek, mint az Alien Isolation esetében. Legalábbis mélyen remélem. Mert az idegesítő volt már valahol. Hol van a tracer fluidom? Jó reggelt kívánok. Azaz? Megvan. És most igyem is meg. Jaj. Pedig az van ráírva, hogy vigyázott. It feels like milk, but the taste, it's like sucking on a penny. It's like sucking on a dick. Mehetünk? Ó, oh, igen, most már megvan a cucc, most már mehetünk. Ó, oh. Metro. Hello. Milyen szép lábaim vannak. És még az ott a messziségben is le van magyarosítva, hát megőrülök. Az is le van. Tudjuk, hogyan szereted. 100% organikus. Jesse. Mi? Ki a faszom ez? Mindegy, válasz. Jesse. Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. Thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Matty from SNL? Guess you didn't hear. He's coming in full time. Work in the comic section. That's Ashley's job. Yeah. Well... Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Hope they find a way to reverse the whole, you know, dying thing. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? I'll see you later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Won't find me in a phone booth. All a big setup. Az is le van ott fordítva, Szent Patrik... Oké, okay, jó munkát végeztek a magyarosítók, most már elkönyvelem. Eddig gratulálok. Ez nem kis munka, gyerekek. Halló? Halló? Hello? Dr. Munchy? Halló? Ó, oh, nem is kapcsolom fel a lámpát. Ráül. Nesze neked. Adok még egy kis fényt. Egy. Na, kérem. Hol az Istenben vagyunk? Kanada. Na hát, akkor jó napot kívánok. Paul, hol vagy? Már néhány óránk már csak megbeszéltem a találkozót Simon Gerettel. Vágjunk bele. Láttam a laptopodat a recepción, itt vagy már az épületben? Mi? Kizártak minket? Május 2-a van, úgyhogy tök felesleges elolvasni. Jó. És akkor... biometria. This is the place, right? It must be. Oh, oké. Okay. Megszakít. Ne, azért fél. Let's just call Machi real quick. Great. Got his phone turned off. Akkor ez nem jött össze, sajnáljuk. I can figure this out. Persze, láttam ott egy kódpadot, úgyhogy feltételezem, hogy valahol van egy kód, vagy mi? Igen, valahol van egy kód, köszöntöm szépen. Ó. Próba és szerencse? A szike már a múlté, az agy képes gyógyítani önmagát? Amúgy ez... ennek igazat adok. Gyakorlatilag, ahogy nézem, ez a cikk az arról szólna, aki gondolja, az elolvashatja, hogy... az agy... sok mindenre képes, és többek között ugye arra is, hogy önmagunkat gyógyítsa. Amiben nincs sok hülyeség, igazából ez egy olyan dolog, hogy igen, nem tudom elmagyarázni, de tudom, hogy mire gondolok. Fejlődzek. 2-5-0-1, oké. Okay. Bocsánat. 2-5-0-1. Csokkolom. Ó. Oh. Az én hájgom van, az meg az árnyék, és így néz ki. Nem baj, nem baj. Ez engem annyira mondjuk nem zavar, csak most, hogy kinyitottam az ajtót, lepődtem meg, hogy pixelekből állnak az árnyékok. Mindegy. Tudok futni.
Az mindig jó. Hát ide nem. Haló? Haló? Ó, haló? Jó napot kívánok. Az is le van magyarosítva. Az idegrendszer. Kár, hogy nem elég magas. Most már, nagyjából el lehet olvasni. Wow. Valaki elég keményen dolgozik. Ebbe belepiszkálhatok? Nem, és nem is kéne szerintem. Na mindegy, hagyjuk. Viszlát. Valószínűleg ide kell mennem. Igen, jó napot! Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie. But I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah. It's a study I'm doing with my colleague, Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction. To help people like you. Oh, did you, take the tracer fluid? Yes. Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Oké, akkor én most beülök ebbe a kis székbe, kényelembe helyezem magam, és várom a halált. Köszönöm szépen. Oké. Jó hangja van, mint a nagymamám kazetta lejátszójának. Oh! All right, let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16th. Right. Flat neurograph, version 6. Good. All files in order. Well, this hurt. It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's so. Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Oké. Cheese. What happened? Hello. Ah. Hello? Mr. Munchie, did something go wrong? Az a panel nem volt ott. Ez a szék nem ez a szék. This isn't funny. Kajak, amúgy egyetlen egy piros fényt látok, és azt most meg fogom közelíteni. I'm not supposed to put myself in. Oh. Oh, shit. The hell is this place? How did I get here? I can figure this out. I just need to stay calm. No need to make things worse. Haló? Figyelem, álljon félre az ajtó, amit most működik. Hát de nem nyílik ki, eleve. Service konzol, a marok eszköz bővítése. Csatlakoztassa a marok eszközt. Nekem nincs olyanom szerintem, ha csak nem a markomról van szó, de kötve hiszem. Nem tudom, miért laggolunk egy kicsit. Laggolunk. Búvárruhák, kérhetek egyet? Nagyon aranyos a buksia. De úgy gondolom, hogy nem kérhetek egyet. Ó, várjatok csak, látok valamit. Ott egy monitor rajt mellettem. Feludható a service konzolról. Jó, de a service konzolt nem használhatom, mert nincsen marok baszom. Haló? Oké, kéne nekem egy marok baszás. Hol szerezhetek szerintetek marok baszást, és ez az üveg most megrepett? Az nekem tök jó. Gyere csak ide. Nagyon jó, nem gondoltam volna, hogy működni fog, de működött. A lámpám nincs. Haló? Amint egy nagyon, nagyon aranyos pók. Igen, szóval ez mennyit adó? Műszaki lerakat, nagyon jó. Faszom, miért geci? Elérhető adat puffer. Paul, it's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you to Theta safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return.
I hear that. See you back at camp. Jaj. How did I do that? Nem tudom, de ügyes voltál. Elsősegély, szédülés esetén égések, törések, vérzés, újraélesztés. Pozicionális felépülés. És az a poén, hogy ez tényleg le van fordítva. Eszméletlen. Haló? Ez gondolom nem olyan, mint a házam. Itt nincsen... Őristen. Meg geci. Jó van, ez egy konyha. Nekem nem hiszem, hogy itt kéne lennem. Nem mozog ki magadtól. Haló? Itt is van egy ilyen kar. Kaptam egy ugyanolyan pókot. Géphangár. Micsoda? Mit mondott? Haló? 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 De nem látok semmit. Pátosz 2. Haló? 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 Hey you. Can you talk? Can you talk like the others? Why are you like this? You want some structure, Jill? Yeah, you do. So weird. Doesn't make any sense. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell, so I'm gonna shut you down. Aranyos. Jaj! El. Mi a gecim? Haló? Minőségi kommentáros videót tartok, ahol már hatodszorra mondom ki, hogy haló! Meg ezt még megszoros százzal, és tényleg annyiszor mondtam ki. Neked szint történik odakint? Haló? Hát eltűnt az fix, de... Mi van? Oké, szóval itt vagyunk, az Isten tudja honnan, Kanadából kerültem valahova. Egy létesítménybe. És össze-vissza történnek dolgok. Ez remek. Pihenőszoba, műszaki lerakat. Kéne nekem egy olyan anyabaszás. És hozzáteszem, hogy idegesít, hogy nem látok semmit. Azt hiszem, ezzel most javítok is. Aha, jó, így jó lesz. Jó, egy fokkal több, még mindig köve ugyanott tartunk, de egy picivel többet látok. Oké, ebben a szobában nincsen semmi, elmegyünk. Nem, erre nem megyünk el, mert le van lakatolva. Arra sem megyünk el, mert le van zárva. I guess. Itt volt ez a robot, de úgy különösebben semmi más. Pedig a műszaki lerakatnál számítottam rá, hogy csak lesz egy olyan kézi baszás. Hát akkor csak erre mehetek. Vagy talán erre se. Haló? 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 Wow! Mi az esetleges strukturális hibákat azonnal jelenteni kell a felügyelő mérnöknek és a Lambda állomás ellátójának. Oké. Okay. Jó! Haló? Oké, szóval tudni kell, hogy ezt a játékot ugyanazok csinálták, mint az Amnézsát, meg a Penumbrát. Szóval előttem van egy pneumatikus zár, amiről nem tudom, hogy micsoda. Jó, mindegy, kinyitom. Haló? Haló? Ó. Oh. Édes. Mi az Isten? Az előbb itt volt egy élő ember, nem? Ó! Oh. Hát igen, ez is egy módszer, hogy... igen. Ott a kézi baszás, ott a kézi eszköz baszásom. Hello!
Segg! Hogy működik ez a kézibaszás? Marok eszköz egy fejlett interfész valósít meg, amellyel hozzáférhetők, felügyelhetők és irányíthatók a számítógépes rendszerek, az eszközbe integrált mesterséges intelligencia olyan nyílt viselkedés mintákat és protokollokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a feladat felhasználónak a rutin műveletek automatizálását egyszerű folyamatábrák létrehozásával. 2.5-ös verzió, Jane segéd. És ezt a marokbaszást, oké, ezt a marokbaszást én most, de várjál, valami információt még kérek róla. Az eszköz frissítéséhez helyezze be a megfelelő operátort az elsődleges vagy kiegészítő bővítőhelybe. Ne feledje, hogy a csatlakozott mesterséges intelligencia minden esetben felülbírálja az integrált mesterséges intelligenciát. Rövid ható távolságú jeltovábbításra képes. Aha! Szóval ez egy ilyen kézi eszköz, amivel tudom irányítani a dolgokat, és közel kell rakni hozzá mindiket. Ez marokbaszás. Igazából eléggé jó dolognak hangzik, most ezt visszaviszem a konzolhoz. Haló? Haló? Jó, figyelj, én téged nem zavarlak, én... Atya úristen. Hol vagyok? Ó. Arra vagyok... Arra van az ajtóm, amihez vinni kéne a marokbaszást. Működik? Hozzáférés megtak... Jó. Szerintem akkor megyünk vissza a konzolhoz. Aha, azt láttam, köszönöm szépen. Ez az a szoba, amiben én voltam az előbb? Nem. Nem, mert nem. Ó, ez az a szoba. Ez itt. Jó. Elbasztam az ajtót, úristen, nyisd ki. Na, oké. Csukd be. Az ablakon csak nem jön be, és akkor marokbaszás. Oké, beolvasás. Dolgozik, mint a retek. Haló? Service console Upsilon 3, including pilot seat activated. Akkor pilot seat kérem. Akkor megnézem először, hogy mi történik itt. Jelentések. És mértékű szín, igen, diagnosztika elektromágnesességet jelzett az pilóta sisakja körül, véletlenül ez okozta szemkem tüneteit, anomália, figyelem. Pilóta kiszolgálra rendszer egyre megbízhatatlanabbá vált, mindenki ki használja az elmúlt felfájással rosszul létre panaszkodik, Gavin eszméletét vesztette 30 órára a múlt héten, miközben egy segéd Lachstert próbált irányítani. Ez egyik se a mi reportunk, itt nincs rólam információ, úgyhogy még mindig nem tudjuk, hogy kerültünk ide, ami tök jó. Megcsináljuk ezt a konzolos baszást, ezt a marok baszást, és utána ennyi a... Mi? Oké, a művele... Oké. Ó, azt írja, hogy kész. Akkor minden rendben van. Ez egy elsődleges informatikus tipp. Ha azt írja, hogy kész, akkor minden rendben van. Rendszer állapot telepítő futatás, távol az egy kiszolgáló főáram. Oké, nem megbízható, megtagadva. Vészhelyzeti tartalék 13 napra elegendő, az is jó. Leltár. Várjál, mi van a marok eszközzel? Tudatmodul elé. Ó! Oh. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pesos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't wanna get in your way. We need you guys to keep this place up and running. But there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barge into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 security operative. I got an office at Datum. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Oké. Eszközkártya. Haló? Ó, hozzáfértem valamihez. Van egy kártyám. Oké. Ó.
úgy nyelte el a kártyát, mint a Tesco önkiszolgáló kassa a 20 000-esemet. Eszközkártya kezelése. A marok eszköz hibátlan állapotban van, eszközkártyával rendelkezik, utassa a frissítést és a legfrissebb védelmi titkosítást is tele, igen. Oké. Okay. Eszközkártya. Oké. Okay. Jane Shag még mindig, és a marokbaszás 2.5 van nálam, ez remek. Tudatmodul. Ja, visszarakhatom még a marok eszközt? Már nem. Most már kinyithatom azt az ajtót. Viszont eljutunk ahhoz az ajtóhoz, és... Fejezd már be! Tudom, hogy ugyanazok vagytok, mint az amnézsánál. Úgyhogy valószínűleg no szörny at all. Csak mennek a hangzásefektek, hogy beszarasson a történetével. Na kérem. Open the country. Stop having it be closed. Jó napot. Nagyon jó! Oh. Ez zárhatom? Nem, nem zárhatom. Figyelem, semmilyen tárolás nem engedélyező területen mindig szabadon kell hagyni. Logikus. Hát itt egy monitor feladta a szolgálatot, amit igazából nem csodál. Víz alatt vagyok? Öj! Nem a legnyugtatóbb körülmény, hogy felébredsz egy random helyen és az pont víz alatt van. Audio végén. Na jól van, szóval én vagyok Simon, a víz alatt élek, nem egy ananászban, és köszönöm szépen, hogy megnéztetek, következő részben folytatjuk. Sziasztok!